A Covid-ban a mindennapok igen megterhelőek, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A borzasztó fáradtság és leterheltség ellenére azért itt mindig van egy-két kedves szavunk egymáshoz. Pukáccsó mondta Dekameronban, a legnagyobb vereség a világon megszakni a rosszat. Nem szabad megszokni a rosszat, és ezért is mondtam az előbb, hogy mi nem adhatjuk fel. Az adrenalin hajt minket, tehát aki az intenzív osztályon dolgozik, az tudja nagyon jó, hogy az adrenalin az egy hajtóerő. Egy világjárvány az nem csettintésre múlik el, és mindenkinek tenni kell azért, hogy ez elmúlhasson, és egészségesen tudja átvészelni. Sajnos én azt gondolom, a Covid tényleg, amit az orosz rulett, nem lehet tudni, hogy kinél mit vált ki. Hoztam magammal egy szokást. Amikor valaki meghal, akkor én mindig kinyitom az ablakot, hogy a lelke el tudjon menni. Azt üzenem mindenkinek karácsonyra, hogy mindenféleképpen oltakozzanak. Első, második, harmadik oltást vegyék fel, hogy nekünk ne kelljen több ablakot nyitni. Azt üzenném, hogy összes többi Covid helyzetben dolgozó egészségügyi szakdolgozónak és minden egészségügyi szakdolgozónak, hogy minden körülmény ellenére továbbra is szeressék azt, amit végeznek. Szeressék a hivatásukat, és sose adják fel, hiszen emberekkel foglalkozni a legszebb dolog a világon.